Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Magamról egy-két gondolat. Én Budapesten élek családommal, feleségemmel most már több mint 33 éve, lassan 34 éve vagyunk házasok, és elmondhatom azt, illetve elmondhatjuk azt, hogy boldog családi életünk van. Ez nem mindig volt így. Sokat tettünk azért, hogy ez így legyen. Van két fiú gyermekünk, akik már felnőttek. Én egyébként 1987 óta kezdtem el foglalkozni emberekkel, akkor mint üzletkötő tevékenykedtem. 91-től dolgozok csapatban, azóta szervezek embereket, és azóta van saját szervezésű csapatom, 91 óta. Azóta közvetlenül vagy közvetett módon több mint 70 ezer embert szerveztem, illetve szerveztünk az én vezetésemmel, és ennyi embert is tanítottam már, illetve képeztem. 93-tól tanítok egyébként és vezetek embereket. 4-szer lettünk piacvezetők a vezetésem által, tehát a csapattal, 4-szer különböző területeken, abból 3 pénzügyi terület volt, egy pedig teljesen más, amit most csinálunk főtevékenységben, és amit fogunk is csinálni életünk végéig, az abban is piacvezetők vagyunk, és az egész szervezetnek én vagyok a vezetője, illetve ezt az egész rendszert, ezt ugye én találtam ki. Hát most nem azért mondtam ezt el, hogy mit tudom én, mondjuk dicsekedjek, csak azért, mert ez egy tény. Van nekünk egy mai témánk, tudja valaki, hogy mi a mai témánk, az első résznek a témája? Aha. Na most ugye a háttérhatalom kérdésében az emberek nagyon sokszor azt mondják, hogy összeesküvés elmélet. De mielőtt erről bármit is mondanék, nézzünk, beszélünk egy kicsit magunkról, tehát úgy értve, hogy magáról a szervezetről. A szervezetünket úgy hívják, hogy PPH, Problem Prevention Holding, annak ellenére, hogy ez angol szavakból áll össze. Mégis egy magyar szervezetről van szó, egy 100%-ban magyar szervezetről. Röviden PPH, Probléma Megelőző Holding, tehát mi azzal foglalkozunk, hogy az emberek meg tudják előzni a problémáikat. De hát nem csak ennyivel, hanem még fogok beszélni arról, hogy még több dologgal is ehhez kapcsolódóan. Van nekünk egy akadémiánk, azt úgy hívják, hogy Nemzetközi Nyílt Coach Akadémia, rövid nevén Nyílt Akadémia. Ez a Nyílt Akadémia egy szakmát nyújt az itt tanulóknak. Ezt a szakmát coach szakmának nevezik. Nem tudom, mennyire ismeritek a coach kifejezést, azt jelenti edző. Ez egy angol szó. És a sportban szokták használni, illetve a fitnessben személyedzőként. Na most a mi értelmezésünkben nem személyedzőt jelent, hanem olyan szintű személyi edző, hogy az elméjét edzi az illetőnek, ami azt jelenti, hogy egy coach, tehát egy tanult coach leül mondjuk egy házaspárral vagy egy egyénnel. Az illető azért keres meg egy coachot, mert van valamilyen problémája, amit nem vagy nehezen tud csak megoldani. A coach a problémára rávezeti, mármint a probléma tényleges okára rávezeti azt a szemét, vagy azt a házaspárt, vagy párt, tehát a tényleges okra, és a megoldásra is. Tehát a coach képes arra, hogy felismerje a problémák okait, bármi legyen az életben, mondom bármi, és képes arra, hogy bármilyen problémára megoldást is adjon. Mondom, bármilyen problémára. Na most, ha ilyen tudással rendelkezik valaki,
akkor természetesen nem csak másnak tud segítségére lenni ezeken a területeken, a problémák területén, hanem saját magának is tud segíteni, ami azt jelenti, hogy tapasztaljuk, hogy azok, akik itt tanulnak, egyre kevesebb problémát okoznak maguknak és másoknak, egyre könnyebben megoldják a problémáikat, bármi legyen is az, és elindulnak afelé, hogy a céljaikat képesek legyenek megvalósítani, és akkor továbbiakban afelé, ami nekünk a küldetésünk, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Tehát, hogy egy ember képes legyen arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen, ahhoz hát eléggé problémamentes életet kellene élnie. Az nem azt jelenti, hogy az ember kerülje el a problémát, hanem azt jelenti, hogy előzze meg a problémát. Vagy ha netántán jön egy probléma, akkor képes legyen megoldani. Természetesen az is fontos az életben, hogy az ember képes legyen a céljait megoldani, illetve az élethelyzeteit helyesen kezelni, és minden élethelyzetet helyesen kezelni. Tehát bármi adódik, az illető képes legyen az élethelyzeteket helyesen kezelni, mondjuk például helyes döntéseket hozni. Most ezeket a tanulmányokat az iskolában nem tanítják. Honnan származik ez az ismeret? Hát az imént elmondtam, hogy ugye 87 óta foglalkozok emberekkel, és engem mindig érdekelt az ember és az élet működése. Tehát mindig. Tehát hogyan működik az élet, hogyan működik az ember, ez különösképp érdekelt. És mivel ilyennel foglalkozok most már elég régen, és elindultam olyan területeken is, ami az élet működésével kapcsolatos, tehát ugye kezdetben csak az ember működését tanultam, aztán majd a 90-es években elkezdtem az élet működését is tanulni. És hát én olyan vagyok, amit én tanulok, én azt használom is. Tehát amit én tanítok, azt meg főként. Tehát amit én tanítok, azt nem ugatom, hanem csinálom. Jó, tehát az ismeretek nem csak onnan származnak, hogy nagyon sokat tapasztaltam, azért 4 piacvezetői pozíciót megélni különböző területeken, azért az nem kevés tapasztalat, meg az sem, hogy 70 ezer ember szervezése nem kevés tapasztalat, és annak képzése, tanítása, és az sem kevés tapasztalat, hogy hát az emberekkel, ugye nekem sokat kellett foglalkoznom személyesen. Tehát a coach személyesen, tehát nem előadás formájában foglalkozik az emberekkel, hanem személyesen. Hát és kaptam egy olyan képességet, ami, hogyha valami olyan kérdés merül fel az élet vagy az ember működésével, ami eddig nem merült fel, akkor mondjuk olyan 3 percen belül megkapom rá a választ. Hát ilyen képességgel a Földön nem sok ember rendelkezik. Sőt, egy olyan képességgel is megáldottak, hogy mondjuk az ember és az éles ismerettel kapcsolatban mondjuk nézek vagy olvasok valamit, és abban vannak hazugságok, akkor válaszként megkapom, hogy mi a hazugság és mi az igaz. Tehát abban az anyagban. Jó, és van egy olyan képességem is, hogy azt is szokták súgni, hogy kivel mi történt, vagy azt is, hogy kivel mi lesz. Szóval elég érdekes képesség ez. Nyilvánvaló, hogy ezt egyértelműen miért kaptam, mert én mindig elég magas hangsúlyt fektettem az etikára. Tehát az etika a mi értelmezésünkben erkölcs, becsület, tisztesség témakörébe tartozik, és ezzel kapcsolatban ugye azóta megismertem egy jó pár égi alapelvet, tehát elég sokat, és ugye tartom magam ezekhez az alapelvekhez,
Hát az etika az az én életemben ugye gyerekkortól elég fontos szerepet töltött be. Nem szerettem sose az etikátlanságokat, és mindig tettem valamit az etikátlanság ellen. Próbáltak engem megvásárolni, amikor pénzintézeteket alapítottam, és az egyik pénzintézet például a piac legnagyobbja lett. Próbáltak megvásárolni, azért ne kevés pénzre gondoljanak, mert azért 400 millió forint zsebbe az nem olyan kevés. És hát azt se tudták, de ha mondjuk 4 milliárdot ajánlottak volna, akkor se tudtak volna megvásárolni. De a 40 milliárdot akkor se, nem vagyok megvásárolható. Ami azt jelenti, hogy valószínű, hogy emiatt is kaptam ezeket a képességeket, mert valószínű, hogy bíztak abban, hogy nem fogok ezekkel a képességekkel visszaélni, és hát nem is élek, mert ugye nem szabad visszaélni ezekkel a képességekkel. Szóval lényeg az, hogy mi coach képzéssel foglalkozunk havi 30 órában, tehát havi 30 óra, minden kedden és csütörtökön este 6-tól 4-10-ig, és havonta egy vasárnap foglalkozunk ezzel a dologgal, az egy záró rendezvényünk, mindig egy hónapot lezárunk, tehát ilyen hétvégi vasárnapi, az évente 12 van. A következő majd február 11-én lesz, ha jól emlékszem, és akkor zárjuk le ennek a hónapnak a témáját. 36 hónap alatt adjuk át a tudást, körforgásos a rendszer, tehát az azt jelenti, hogy bármikor be lehet csatlakozni, nem marad ki az ember semmilyen témából. 24 nagy témát boncolunk, tanulunk meg itt a 36 hónap alatt, tehát 24 nagy téma. Mind olyan téma, ami az ember és az élet ismerettel összefüggő, és természetesen ezen belül, hát én azt tudom mondani, hogy számtalan kis téma van, mert azt nem számoltuk össze, hogy mennyi, de elég sok. És minden olyan dolgot, ami az ember és az élet működéséhez szükséges, azt valamilyen szinten vesszük. Nehogy azt képzeljék, hogy hát 36 hónap múlva majd ismétlődnek a dolgok, maga a téma az ismétlődik, csak én 36 hónap múlva nem az vagyok, aki most. Ugyanis 3 évvel ezelőtt sem az voltam, aki most. Tehát ami azt jelenti, hogy ha valaki esetleg pont ugyanazt várná tőlem, mint amit mondjuk 3 évvel ezelőtt hallott tőlem, akkor hát elég nagy tévedésben lenne. Szóval lényeg az, hogy a coach képzések nem egy olcsó mulatság. Tehát nem tudom, utána néztek-e. Van egy jó pár coach képző intézmény, már egyetemeken, főiskolákon is szakként tanítják. Tehát ez egy diplomás szakma. Mi is 3 év után diplomát adunk, és addig pedig 4 coach bizonyítványt osztunk ki, tehát 9 havonta. Nyilván akkor, hogyha egy teljes témát valaki végigcsinál, ha mondjuk éppen téma közben csatlakozik be, akkor sincs gond, mert a 36 hónap utolsó része az a bepótlása lesz annak, amiből kimaradt. Teljesen egyedülállóan csináljuk a coach képzéseket, úgy értve, hogy ahogy csináljuk, ez a körforgásos rendszer sehol nincs világviszonylatban, tehát sehol nincs ilyen. Sehol nincs olyan, hogy bármikor be lehet csatlakozni egy coach képzésbe. A coach képzések azok vannak ilyen gyors talpaló coach képzés, ilyen pár hetes, vagy van ilyen max másfél éves, de közel nem ad annyi tudást egy se, mint a miénk. És óránként máshol 3000 forint alatt nem igazán talál coach képzésekre. Na most mi ezt a fajta tudást annak a célnak az érdekében hasznosítjuk, ami a küldetésünk. Tehát a szervezetünk küldetése a következő, majd hajtsuk be az ajtót, jó? Küldetésünk a következő,
hogy átadjuk az emberek számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen kezelni, a problémáikat megelőzni, vagy ha netántán jön egy probléma, akkor megoldani, a céljaikat megvalósítani, és képesek legyenek arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Ez egy küldetés, méghozzá mondhatni azt, hogy a világtörténelem egyik legnagyobb küldetése. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az aranykort kell elvinni az emberiség számára. Tehát az aranykor az egyféleképpen működik, hogyha az emberek ennek megfelelően, amit most elmondtam, a küldetésünknek megfelelően tudják élni az életüket. Tehát szeretetben, békében és boldogságban. Ez pedig tudás nélkül lehetetlen. Tehát az aranykor azt jelenteni, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek, és akik, nem tudom, tudjátok-e, hogy akik ezt nem veszik komolyan, azt nem élhetik meg az aranykort. Ugyanis az aranykorba nem mehetnek be azok az emberek, akik nem képesek erre. Tehát éppen ma hallottam egy rádió műsort, ahol valaki mesélte arról, hogy volt egy jelenése, mármint számára megjelent valaki, pontosan mondta, hogy micsoda, tehát egy mondjuk bibliai személy. Na most akkor, ugye én eddig azt mondtam, hogy látomást, akkor lehet, hogy nekem is azt kellene mondani, hogy jelenés. Az a jelenés az volt, de egyébként pont ugyanazt mesélt el, mint ami nálam volt. Az a jelenés az volt, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan szervezet, amely képes lehet arra, illetve képes arra, hogy ezt a tudást átadja, mert függetlenek vagyunk, mind politikai, mind vallási szempontból teljes egészében. Tehát ez egy olyan szervezet, amelyik nincs külső befolyás alatt. És ehhez nyújtják azt a tudást, és mivel ugye én vagyok a szervezetnek a vezetője, ezért tudják odafönt, hogy követem híven az utasításaikat. Tehát lényeg az, hogy ebben a jelenésben az volt, hogy konkrét dátumokkal egyébként, hogy mikorra kell megcsinálni a bolygón az aranykort, ezt hogy kell megcsinálni, stb. Stb. És az is, hogy az emberiség ideje le fog járni, mert ez akkor volt még, amikor még 2012. december 22-e előtti időszak volt, mert akkor elmondták azt is, hogy ekkor le fog járni az emberiség ideje, de mivel sok a jó ember a bolygón, és van rá esély, hogy aranykor lehessen, ennek a sok jó embernek el kell vinni a tudást. És ezt nekünk kell megcsinálni. Azóta többször kaptam azt az információt, hogy tényleges, hogy mi vagyunk az utolsó reménye a bolygónak, hogy ezt a tudást átvigyük az emberek számára. Ahhoz, hogy aranykor lehessen, 300 millió képzett coachra lenne szükség. Ez azt jelenti, hogy képes átadni a tudást. Tehát még egyszer mondom, aki nem fejleszti föl magát az aranykor tudás szintjére, az nem juthat be az aranykorba. Tehát nem tudom, hogy önök hogyan értesültek az életről, tehát az életről. Nekem elég komoly fogalmam van az információk miatt, amit kaptam, egészen onnan, hogy teremtődött az élet a világegyetemben. Ezt azért még nem hallottam senkitől, de én már tanítottam, és tudom, hogy teremtődött az élet. Na szóval a lényeg az, hogy egészen onnan tudom az információkat, és pedig az hát az olyan mérhetetlen időtartammal ezelőtt volt, hogy kifejezni se tudjuk. Tehát kifejezni se tudjuk években. És ugye ez a, nem tudom, hogy ön a,
az élettel kapcsolatban milyen ismerete van. Csinálnék egy tesztet, jó, ezzel kapcsolatban. Ki az, aki hisz abban, hogy nem ez az egy életünk van, vagy volt? Jó, azt tegye fel a kezét. Jó, van, aki azt úgy gondolja, hogy egy életünk, egy halálunk? Mert nem tette föl, nem tetted föl a kezedet. Nem? Nem feltétlen. Erről igazából nincs véleményem. Uh-huh, sem abban nem hiszek, hogy van másik életünk, sem abban, hogy nincs. Uh-huh. Én a jelennek élek, a mának. Értem. Ez az én feltétlenül. Jó. Tehát akkor a többiek meg úgy gondolják, hogy nem ez az egyetlen életünk. Hogy volt előző élet, meg vélhetően lesz következő élet is, nem? Hát nem a testünknek, mert a testünk az mulandó, nyilvánvaló, hanem a lelkünknek. Tehát ki az, aki hisz abban, hogy van lelke? És az a lélek honnan származik, tudjuk? Van, aki tudja, persze, persze, aki már tanulta, meg foglalkozott ezzel a kérdéssel, az tudja. Jó, tehát ez a lélek esetleg akkor lett teremtve, amikor a testünk? Uh-huh. Oké. Okay. És a testünkkel ez a lélek elhal? Ez az energia lény, az energia nem vész el, max átalakul. Tehát ugye ezt tanultuk fizikából. Tehát a lélek, az tisztán energia. A világegyetemben minden anyag elpusztul, arra a sorsra kerül előbb-utóbb. Az energia sose pusztul el. Tehát az energia az örök. Az legfeljebb az energia átalakul. Tehát ezt a lelkünket, ezt úgy teremtették, hogy amíg világ van, ez a lélek, ez elpusztíthatatlan. Mert tisztán energiából van. Tehát ez egy értelmes energia. Tehát értelmes energia. Jó, tehát, és ez a lélek, ez egy előző életből ide született. Nem közvetlenül. Tehát nem tudom, tudjátok-e, illetve hát akik itt tanulnak, tudják, hogy most mennyi egy újraszületés? Hány év? Kérdezem azokat, akik újak. Igen, hát akik tudják, azok tudják. Tehát most ugye egy újraszületés átlagosan 13 év. Volt olyan, hogy több ezer év volt egy újraszületés. Tehát több ezer évig nem született valaki újra. Hát miért lehet most 13 év alatt újraszületni? Hát mert van több mint 7,5 milliárd ember. Tehát van abból, mit tudom én, több mint 2 milliárd család. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag van hova leszületni, így van. Tehát van hova leszületni. Na most miért mondom ezt? Azért mondom, mert hogy ez még az aranykorhoz kapcsolódik, hogy eddig, ugye mióta ez az emberiség van, nem tudom, tudtátok-e, hogy ez a 7. emberiség. Tehát mióta ez az emberiség van, azóta ez a újraszületés, ez folyamatos. Akkor volt ezzel kapcsolatban egy nagyobb szünet, amíg kialakult az új emberiség, az előző emberiség után. És most itt a kérdés, hogyha nem lesz aranykor, akkor mi lesz a lélekkel? Tehát nem kell félni attól, hogy mondjuk egy olyan katasztrófa lesz, hogy eltűnik az emberiség a földszínéről. Helyi katasztrófák lesznek, tehát ahol gyors írtást kell csinálniuk, ott lesznek helyi katasztrófák. De egyébként, tehát ahol esély sincs arra, hogy fejlődjenek az emberek. De egyébként pedig az emberiség azon része, amelyik nem fejlődik föl arra a szintre, amit aranykornak nevezünk, akkor bemegy a létközi állapotba, tehát két élet között létközi állapot van,
és a létközi állapotban nincs fejlődés, tehát ott nem fejlődik az ember, és akármilyen hihetetlen lesz, vagy valóságos, amit most mondok, egy virtuális valóságba kerül az ember. Tehát a létközi állapot azért hasonló minden embernek, aki meghalt és netántán visszahozták, visszajött, azért hasonló, mert bement egy virtuális valóságba, és a virtuális valóságot elég könnyű azonossá tenni. Szóval lényeg az, hogy bekerül az ember egy virtuális valóságba, és addig nem születik újra, míg nem adódik meg az a elő az a feltétel, ami ahhoz kell, hogy az ember újra szülessen. Jó, tehát ez nem utópia, tehát az élet és az ember működésével kapcsolatosan Egyiptom óta próbálják az embereket elzárni. Tehát milyen Egyiptom óta? Ókori Egyiptom óta, amikor az alexandriai könyvtárat felgyújtották, hogy az emberek ne jussanak hozzá a tudáshoz. És azóta egy bizonyos hatalmi kör folyamatosan próbálja elzárni a tudást. Erre példát mondanék, jó, ha ön ennek egy kicsit utána néz, például a Bibliát. Évszázadokon keresztül tiltott irodalom volt. És aki Bibliával rendelkezett, ha nem pap volt, hanem magánszemély, még lehetett úr, az sem rendelkezhetett Bibliával, akkor ha megtalálták nála a Bibliát, megbüntették keményen. Sok esetben megölték, mert Bibliával rendelkezett. Tehát az emberek elől évezredeken keresztül a tudást folyamatosan elzárták, hogy az ember tudatlan maradjon. Még az, annak a tudást, tehát minden tudást, onnantól kezdve, hogy mi hogyan lettünk, hogy teremtődtünk, hogy működik az ember, hogy működik az élet, ezt a tudást elzárták. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy mi, vagy tudjátok-e, hogy miért. Nagyon egyszerű, mert ha ahol tudás van, ott hatalom van. Tehát akinek tudása van, annak hatalma van. Tehát ez azt jelenti, hogy a tudás hatalom. Tehát ha mindenki hatalomba lenne, mert van tudása, akkor senkit nem lehet rabszolgává tenni. Nem tudom, te hogyan élted le az életedet, alkalmazottként vagy vállalkozóként. Ki az, aki alkalmazottként élte az életének nagy részét? Ki az, aki vállalkozóként? Oké. Tehát, hogyha megnézzük, ugye a vállalkozóknak is kétféle formája van. Van a szabad vállalkozó, meg van a kényszer vállalkozó. Hát az alkalmazott, az meg mind kényszer. Tehát, ha jobban megnézzük, ma aki alkalmazott, vagy kényszer vállalkozó, ő egy rabszolga. Tehát szó szerint. Tehát egy rabszolga. Nem oda megy, ahova akar, nem akkor, amikor akar, nem azzal, akivel akar, és nem addig marad, ameddig akar. Ezt úgy hívják, hogy rabszolga. Tehát az embereket akkor tudják rabszolgának tartani, hogyha tudatlanok. Ezért nem csak olyan szinten, a tudatlanság nem csak azt jelenti, hogy nem tudunk, hanem azt is jelenti, hogy félre vagyunk informálva. Tehát a félreinformáltság is tudatlanság. Tehát ha valakinek téves információja vannak, mondjuk az élet és az ember működésével kapcsolatban, az ugyanúgy tudatlan, mintha semmilyen tudása nem lenne ezzel kapcsolatban. Ezért ugye nem csak azt csinálják, hogy tudatlanságba tartják az embereket, most ezt elég nehéz megtenni, mert az internet korában, a szabad internet korában, hát elég nehéz megtenni azt, hogy tudatlanságba tartani az embereket. Ezért most úgy csinálják már, hogy nem tudatlanságba tartják, hanem az embereket félreinformálják, félrevezetik. Tehát félrevezetik az élet és az ember működésével kapcsolatban. És az emberek azt hiszik, hogy azok a tanulmányok, amit folytattak az ember és az élet működésével kapcsolatban, azok az igazak. Én minden hamis állítást meg tudok cáfolni.
Tehát minden hamis állítást. És ezt úgy tudom megcáfolni, hogy ön tudja a saját belső érzése alapján, hogy az a hazugság, és amit itt hall, az az igaz. Jó? Konkrétan. Tehát konkrétan az információkkal kapcsolatban. Tehát például, amikor az embereknek azt tanítják, hogy egy élet, egy halál. Jó? Na most ezzel kapcsolatban mi a probléma? Tehát ugye ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy az emberben, hát ugye a magyar nyelv az elég kifejező, és a lélek szavunkhoz elég sok minden kapcsolódik. Például olyan szavak, hogy lelkes, olyan, hogy lélegzett, stb. Stb. Kiszáll belőle a lélek, stb. Tehát mikor meghal, akkor ugye azt mondja a magyar, hogy kiszáll belőle a lélek. Hát hogyha ez hazugság lenne, akkor hogy került bele a nyelvbe? Lelket öntenek belé, stb. Stb. Tehát egy nyelv nem tartalmaz hazugságokat, főleg egy olyan nyelv, amely legközelebb áll az ősi nyelvhez. Tehát az azt jelenti, hogy a legtöbb szót használja az ősi nyelvből. Na most onnantól kezdve, azzal kapcsolatban, hogy van-e lélek vagy sem, mármint az, gondolom, mindenki azt gondolja, hogy van, hát a nagyon tudatlannak gondolhatja magát az, aki az még az se, abban se hisz, hogy van lelke. Na most, de abban hinni például, hogy mondjuk akkor lett teremtve, amikor születtünk, hát elég ostobaságnak tűnik. Ugyanis, hát akárhogy nézzük ezt a kérdést, hát most képzeljük el, és akkor ki teremtette? Tehát akkor már rögtön ott egy teremtőnek kell lenni, nem? Amely teremtette azt a lelket, amely bennünk van. Most onnantól kezdve akkor már nem csak mi vagyunk, hanem van nálunk értelmesebb lény, nem? Na most, az is ostobaságnak tűnik, hogy mikor azt tanítják, hogy van egy teremtő. És az az egy teremtő felügyel minden egyes egyént, embert. Van egy szabály ezzel kapcsolatban, hogyha egy lény hatalomba akar lenni, akkor hatékonyan, megint ott a hatalom hatékony hat, akkor egy hatfős csoportot kell létrehozni. Az azt jelenti, hogy ő a hatodik személy vezeti az ötfős csoportot. És úgy lehet valaki hatékony, hogyha és hatalomba úgy kerülhet, hogy hatan vannak abban a csoportban, és ötöt vezet. Tehát hatalom, ő a hatodik, és van egy alma, egy alomja. Akkor hatékony. Na most, tehát egy lény akkor hatékony, ha öt embert vezet. Maximum és minimum. És onnantól kezdve a Jóistennek nincs annyi esze, hogy hatékony legyen. Nem hiszem, hogy valaki ezt gondolná. Jó, akkor másik szabály, hogyha egy vezető hatékony akar lenni, akkor meg kell bíznia az emberekben, illetve a lényekben. Az azt jelenti, hogy átadja, delegálja a feladatokat. Tehát delegálja más személyeknek, lényeknek a feladatokat, átadja. Világos ez? Na most onnantól kezdve az Istennek nincs annyi esze, hogy őt delegáljon és bárkiben megbízzon. Hogy nem gondolja senki komolyan. Tehát akkor az Isten egy olyan bizalmatlan lény, hogy őt mindenkit közvetlenül akar irányítani. Ugye ezt nem gondolja senki se komolyan. Akkor ugye az Isten teremtette mondjuk az embert, azt mondta. Ugye azt tanuljuk. Saját képmására. Az Isten 80 évet él átlagosan? Ha saját képmására teremtette, akkor az Isten is 80 évet él, nem? Egy testben. Nevetséges, nem? Hát ha az Isten
a saját képmására teremtett, akkor miért vagyunk ilyen esendők? Miért vagyunk ilyen tudatlanok? Miért vagyunk ilyen betegségre hajlamosak, meg balesetre hajlamosak? Miért élünk ilyen rövid ideig? Stb. Stb. Tehát valahogy nem stimmelnek ezek a dolgok. Ez csak azért mondom, hogy gondolkodjon el rajta. Jó? Tehát ezek mind úgy, ahogy van, ez nem igaz. Tehát minden embernek ezen a bolygón van egy saját teremtője. Ha hiszi, ha nem. Tehát egy saját. Akihez fordulhat. Nem kell hozzá fordulni. Ő ne forduljon a teremtőjéhez. De hogy biztonságos élete nem lesz sose, az biztos. Meg boldog se. Ugyanis a teremtő, ha az ember hisz a saját teremtőjébe és hozzáfordul, tehát nem úgy, hogy így megfogja, nem erről szól a történet, hanem szól hozzá, gondolatban legalább, a teremtőjéhez, akkor az élete egész másként alakul. Én ezt saját magam meggyőzöttem erről. És nem csak én, hanem sokan mások. Tehát, hogyha ugye az embernek van egy teremtője, akkor lehet a teremtőtől segítséget kérni. Hát, mint az ember mondja, hogy ja, Istenem, segíts, nem? Ösztönből mondjuk. Miért mondjuk ösztönből? Hát, ha nincs ilyen, akkor miért kérünk tőlük segítséget? Van egy mondás ezzel kapcsolatban, hogy a zuhanó repülőn senki nincs, tehát senki nem ateista. Tehát ott mindenki elkezd imádkozni a jó Istenhez rögtön abban a pillanatban. Jó, tehát gondolj csak végig ezeket a dolgokat, és onnantól kezdve nem tudom, ő mit tud például a Földről. Tehát miért vagyunk itt? Tudja? Tudja azt, hogy önnek mi a küldetése? Tudja, hogy minden embernek meg lehet határozni, hogy miért született le? Most hogy lehet akkor meghatározni, hogy miért született le, ha véletlenül született? Ugyan mesélje már el nekem. Ha véletlenül született le valaki, mert anyuci meg apuci összeadta, ami volt neki, akkor hogy lehet meghatározni, hogy mi az élet küldetése, és milyen energiákat kap? Mondom, milyen energiákat kap, milyen energiából van neki bőven, milyen energiából van neki hiány, akkor ezt hogy lehet meghatározni? Ha véletlenül született. Hogy lehet meghatározni, hogy miért abban a családba kellett beszületni? Hát ha véletlenül születik az ember, akkor nem lehetne meghatározni, hogy miért abban a családba kellett leszületni. Bárhova születhetett volna. Most másik dolog, ugye azt mondják, hogy jó Isten, igazságos. Akkor az egyiknek miért adta meg azt, hogy mit tudom én, gyöngyélete legyen, a másiknak meg gondolteli. Mondjuk egyik beszületett egy normális családban, a másik meg mit tudom én, ahol mind a két szülő ivott, meg verekedett. Ha az igazságos lenne az a leszületés, akkor ez miért van így? Hát akkor lehetne azt mondani, hogy de véletlenül. Hát akkor véletlenül, akkor még nem stimmel azzal, hogy önnek mi a küldetése, meg miért oda kellett születnie abba a családba. Tehát erre mind megvannak a válaszok. Hogy miért született oda, milyen energiákkal rendelkezik, mi a küldetése, mi az életfeladata, mi az önnek legmegfelelőbb munkája, gyerekkorban milyen szerepet kellett vállalnia, milyen energiákkal rendelkezik ahhoz, hogy most felnőttként a legjobb eredményt ki tudja magából hozni, majd idősként a legjobb eredményt ki tudja magából hozni. Hát ez mind véletlen, akkor hogy lehet ezt tudni? És mindenkinek lehet tudni. Tehát ezeket pontos részleteiben ezt mind-mind tanuljuk. Tehát az embernek fontos, hogy megismerje önmagát, és képes legyen ismerni a másikat. Például most olyan coachképzésünk van, hogy személyiségfejlesztő coach. Személyiségfejlesztő.
Tehát az, hogy az embernek a személyisége egyre jobbá és jobbá váljon, van, ez fontos kérdés. Hogy egye meg a fene jó úgy, ahogy van. Tehát az, hogy az ember képes legyen önmagával és másokkal helyesen bánni, az fontos. Tehát most gondoljon bele, az embernek a működése, hogy hogy születtünk, mik vagyunk, miké kellene válni, ezek ilyen alap dolgok. Tehát az emberek úgy élik az életüket, hogy gyakorlatilag nincs nekik alap. Fogalmuk nincs, hogy miért oda születtek, hova születtek, mi lenne a küldetésük. Fogalmuk nincs. És hány, mondjuk hány olyan emberrel találkozott, mondjuk mostanában, akinek az általános hangulata lelkes? Nem az eseti, az általános. De olyannal találkozott, akinek az általános hangulata jó kedvű. Mondom, az általános hangulat. Tehát gyakorlatilag mindig jó kedvű. Ismeri ilyen embereket? És akkor nem nyomják el az embereket véletlenül? Például azt tudja ezt az adatot, hogy a bolygón minden ötödik ember antiszociális, azaz elnyomó. Minden ötödik. Tehát az emberiség 20%. Az azt jelenti, hogy a saját túlélése érdekében, a környezetében lévő embereket elnyomja. Mert azt gondolja, hogy neki ő akkor élhet túl, hogyha az a gyengébbek, rosszabbak, stb. Tudatlanabbak. Hát az elnyomók csinálták azt, hogy tudatlanná tenni az emberiséget. És tudja, hogy miből indult ki ez az egész antiszociális viselkedés? Az elnyomoskodás. Tudja? Hát nagyon egyszerű, mindig azt kell nézni, hogy minek, vagy kinek mi az érdeke. Kinek mi az érdeke? Tehát az emberiségnek az az érdeke, hogy elpusztítsa önmagát. Hát az emberiséggel megpróbálják elhitetni azt, hogy az ember egy olyan silányfaj, amely simán képes elpusztítani önmagát, nem? Igaz, hogy egyetlen egy élőlénnyel nem találkozunk másikkal, amely erre képes lenne, hogy a saját fajtáját kipusztítsa. De az emberekkel elhitetik, hogy az ember az egy olyan alantas faj, hogy az bezzeg kipusztítja saját magát. Tehát az oroszlán sem pusztítja ki a saját fajtáját úgy, hogy ne maradjon egy se. Nyilván egyet-egyet néha megöl, mikor ugye vetélytársakról van szó. Az belefér, de mégse az egész fajt pusztítja ki. Tehát ez úgy működik, hogy értsük, hogyha egy faj kipusztul, az mindig azért pusztult ki, mert kívülről jövően kipusztították. Tehát vagy a természet pusztította el, mondjuk egy óriási kataklizma pusztította el, vagy egy másik faj. Tehát mit tudom én, mondjuk az oroszlánok múlna, akkor biztos, hogy az összes antilopot kipusztítanák. De a saját fajtáját nem. Na most, nem tudom, megfigyelte azt, hogy melegszik a bolygó, pedig simán van rá technológia, amivel meg lehetne azt csinálni, hogy a bolygó nem melegedjen. Mechanikus technológia. Nem kell hozzá, csak egy nagyobb bomba, és megvan oldva ez a kérdés. Tehát az, hogy a bolygó nem melegedjen tovább. Egy bombával meg lehet, vagy egy-két bombával meg lehetne oldani. És nem is kell túl erős bomba hozzá, és nem is olyan bomba elég, ami nem is károsítja, utána nincs utóhatása. És ebben meg lehet oldani, de nem csinálják. Mit gondolom, miért nem csinálom? Kinek jó az vajon, hogy melegszik a bolygó? Nekünk? Emlősöknek jó? Az emlősök nem nagyon szeretik a meleget. Ha melyik faj szereti a meleget vajon? Hát a hüllők, azok nagyon szeretik, igen. Csak milyen hüllőkről beszélünk? Nem tudom, például tudta ezt, hogy a hüllő az nem része az ökoszisztémának.
semmilyen hüllő az nem része a mostani ökoszisztémának. Tehát hogyha az összes hüllőt kipusztítanák a bolygón, akkor ugyanúgy menne tovább az élet. Tehát semmilyen károsodás nem történne. Tehát nem borulna föl semmilyen természeti egyensúly. Ugyanis amit a hüllők, és nem furcsa, hogy például az összes hüllő ragadozó. Nincs növényem hüllő. Minden hüllő, ami csak létezik, a legkisebbtől a legnagyobbig ragadozó. Tehát egy sem, mit tudom én mondjuk, mindenevő vagy növényevő. Ragadozók. És nem tudom, tudja például, hogy az előző emberiség idejében még éltek itt a bolygón értelmes hüllők. Ha nem tudta, ez az ön baja, nem az enyém. Tehát az előző emberiség idején a bolygón éltek értelmes hüllők, amely hasonlított az emberhez, tehát így felépítése. De amúgy nem hasonlított annyiból, hogy mit tudom, hogy pikkelyesek a hüllők. Tehát minden hüllő az pikkelyes. Tehát a bőre az pikkelyes. Tehát ennyibe más. Meg ugye általában a hüllőknek van farkuk. Nem minden hüllőnek, de ugye általában. És az előző emberiség idején volt ilyen, és nem tudom, tudja-e, vagy tudod-e, hogy ez a két faj ez csatázott egymással. Előző emberiségről beszéltem. Tehát óriási háború volt, mikor kinőtték a saját kontinenseiket. Óriási csata volt köztük. És nem tudom, tudja-e, hogy az emberszabásúak nyertek. És nem tudom, tudja-e, hogy abból egy bizonyos mennyiségű rész a hüllőkből lemenekült a Föld nagyon mélyére. Tehát nagyon mélyére. Hát attól, hogy ezt nem tudja, attól még ez így van. És nem tudom, tudja-e, hogy ők most vissza akarják szerezni, illetve nem most, hát most már ezer évek óta vissza akarják szerezni a bolygót. És most nyílt meg rá a legnagyobb lehetőség, hogy visszaszerezzék. Hát az én korosztályom, amikor meséket nézett, én nem hallottam olyan szót, hogy dinoszaurusz. Nem tanultunk ilyen szót. Olyat tanultunk, hogy sárkány. Sárkány. Tehát ilyen, hogy dinoszaurusz, meg ilyen dinó, meg olyan dinó, meg amolyan dinó, ilyen nem volt. Hát most már a dinókat úgy adják el, hogy egy kedves élőlények. Hát mi, amikor tanultuk a meséket, akkor a mesében a sárkány az mindig egy gonosz lény volt, nem? Hát mit gondol, miért? Nem tudom, tudja, hogy sárkányok, még repülő sárkányok, tüzet okádó sárkányok még Mátyás idejében voltak. Például a Kárpátokban. Megtalálták. A kutatók megtalálták. Jégbefagyva találtak egyet fönn a, mit tudom én, milyen magasságban, ahol állandó jég van. Jégbe fagyva találtak sárkányt. Hát nyilván pontosan kielemezték a sárkány működését, és rájöttek arra, hogy az repült is, mert még tüzet is tudott okádni. Jó, nem sok fejű volt, csak egy fejű. Jó, tehát, és akkor onnantól kezdve hova lett az? Hova lettek ezek a sárkányok? És ugye a mesékben, meg stb. Mindenhol a sárkány az értelmes volt. Értelmes volt a sárkány. Honnan vettük ezt? Hogy van az, hogy egy csomó, mit tudom én, elmegy az ember mondjuk Dél-Amerikába, és akkor egy csomó sárkány szimbólumot látni szoborban. Tehát mit tudom én, hány ezer évvel csinálták azt a szobrot, és akkor sárkány fej van rajta. Kínában ugye sárkány ünnep van. Tehát az egész emberiséget megnézzük, a bolygó területén mindenütt vannak sárkányokkal kapcsolatos mendemondák, történetek, mesék. És ugye tudjuk, hogy a meséknek, a mondáknak, hogy valóság alapjuk van, az biztos. És akkor ezt egy ember csak úgy kitalálta, amikor a tüzet nem bírtuk kitalálni, hogy meggyújtsuk.
Tehát nem tudtunk tüzet gyújtani, arra nem volt eszünk, de arra volt eszünk, hogy a sárkányt kitaláljuk. Ki van csukva? Hát ki van csukva? Tehát úgy került ez bele a mendemondákba, meg a mesékbe, a népmesékbe, hogy voltak sárkányok, és voltak értelmes sárkányok. Oké? És azok, akik maradtak, azok lemenekültek ugye a föld alá, mivel megvolt az a technikájuk. Nem tudom, tudod-e, hogy az előző emberiség, illetve az előző, nem csak az emberiség, hanem a sárkányok is, mondjuk úgy, hogy hüllők, azok miért? Tehát miért tűntek el? Tehát miért nem ment tovább az az emberiség? Mert elkezdett az ember Istent játszani. Tehát azért kellett eltűnnie, mert elkezdett Istent játszani. Mit tudom, elkezdte az embereket klónozni, meg ilyeneket csinálni. Mint ha mostanában már itt tartanák, nem? És lényeg az, hogy visszatérve arra a dologra, hogy az emberiség saját magának nem az ellensége. Van egy külső faj, amely az ellenségünk, mindig is az ellenségünk volt, mert teljesen más rezgésű faj. Az ember az egy alapvetően magas rezgésű faj, ők pedig egy, a hüllők pedig egy alacsony rezgésű faj. Ezért kell nekik ugye a meleg. Nekünk meg ezért kell inkább a hideg. És lényeg az, hogy ez a két faj, ez soha nem fog kijönni egymással, és soha nem is jött ki egymással. És ugye azt csinálják ezek a hüllők, hogy igen magas telepatikus képességekkel rendelkeznek, és akit tudnak, azt hipnotizálnak. De magas rezgésű embereket nem tudják, csak az alacsony rezgésűeket. Ugye az alacsony rezgésű frekvencia az áthatol a föld rétegeken, a magas frekvencia az nem. Tehát a föld mélyéről simán lehet embereket hipnotizálni. Akkor van olyan faj itt a bolygón, nem tudom mennyire tudjátok, tehát mi emberek, nem tudom, hogy tudod-e, hogy 5%-ban hüllő génekkel rendelkezünk. 5%-ban. Tehát azért rendelkezünk hüllő génekkel, mert ez volt a megállapodás, ez volt a békesség, hogy egy közös fajt csináljanak. A két faj, amelyik háborúzott. A közös faj eredménye lettünk mi. 5%-ban hüllő génekkel, 95%-ban pedig nem. És van egy olyan szűk réteg, amely 30-40%-ban hüllőgénekkel rendelkezik. És ez a 30-40%-ban hüllőgénekkel rendelkező lények, ezek érdekes módon, ezek tudnak, még arra is képesek, hogy bizonyos segítséggel alakot váltsanak. Tehát vissza tudnak menni hüllőbe. És nem tudom, tudjátok-e, hogy az uralkodó osztályoknak a nagy része, ez a 30-40%-ban hüllőgénű emberek. És ezek az eszközök, mivel ezek alacsonyabb rezgésűek, mint az emberek, ezek direktbe vannak hipnotizálva, és ezek azok, amelyek gyakorlatilag a földi képviselőjük a hüllőknek ember alakban. És mivel alacsony rezgésűek, hát megnézi, mikor mondjuk az Erzsébet királynő mosolyog, akkor is látni rajta, hogy az olyan erőltetett mosoly, hogy ihaj. Tehát, hogy az nem természetes mosoly, az biztos. Tehát ugye a hüllők, vagy a 30-40%-ban hüllők, azok alacsonyabb rezgésűek, mint mi vagyunk. És azokat könnyedén hipnotizálják, ugye az alsó hüllők, és rajtuk keresztül, az uralkodó osztályon keresztül
próbálják az emberiséget megszerezni. Hát az ő elgondolásuk az lenne, hogy maradna egy rabszolgafaj, egy pár tízmillió, max pár százmillió, a többi az ki lenne írtva, mondom írtva, és kizárólag rabszolgának lenne, és akkor a hüllők megint uralkodnának a bolygón. Na most erre elég nagy az esély. Csak ugye ezt a fentiek nem akarják, és vagy megcsináljuk az aranykort, hogy a bolygónak olyan magas legyen a rezgése azáltal, hogy a hüllők nem bírják és elmenekülnek a bolygóról, illetve a bolygóból, hát vagy nem adják át a hüllőknek ezt a bolygót, hanem az egész bolygót úgy, ahogy van, szétrobbantják. Nem tudom, tudod-e, hogy hány csatát vívtak ezért a naprendszerért az ember szabású istenek és a hüllők. Az a legutolsó ilyen csata az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején volt. Volt egy nagy csata a 13. században, nem tudom, hogy ezeket tudod-e, a naprendszerért. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha ez a bolygón nem lesz aranykor, az azt jelenti, hogy nem emelkedik föl a bolygó rezgése, akkor megszerzik a hüllők. És akkor megint háború. És a hüllők is magas technikával rendelkeznek. Azt se éljük túl, teljesen mindegy. Na most, de akkor mondom, egyszerűen fognák és szétrobbantanák a bolygót a teremtőink. Mint nem tudom, tudjátok-e, már volt a naprendszerben bolygó szétrobbantás. Tehát egyel több bolygó volt. Két bolygóról megszüntették a légkört, a Vénuszról meg a Marsról. Tehát vannak itt variációk, ám attól, hogy nem tanultunk ilyeneket. Tehát lényeg az, hogy sok mindenben egyedülállóak vagyunk, például az ilyen típusú képzésekben is, hogy megértsük a dolgokat. A más kócsképzőintézmény ilyenekről nem beszél. Tehát ott nincs ilyen típusú képzés. Miért kell ezekről beszélni? Hogy megértsd, hogy miért kell nekünk megcsinálni. Érted? Nem azért, mert Szedlacsi kitalálta. Nem azért. Hanem azért, mert nincs más út. Vagy aranykor, vagy a teljes pusztulás. Ennyi, nincs más. Tehát akkor törlik ezt a bolygót úgy, ahogy van. És akkor olyan sziklák maradnak helyette, és akkor ott fognak keringeni a naprendszerbe. Ez ennyi. Ezt majd csinálnak helyette egy másik bolygót. Már úgy is csinálják, teljesen mindegy. Nem itt a naprendszerben, csak úgy mondanám. Jó, tehát lényeg az, hogy egy olyan lehetőségünk is van, hogyha valaki itt tanul, hozhat embereket. Hát ugye azok a hitelesek, akik itt tanulnak. Nyilván a második részben nem erről fogok beszélni, amit most az elsőben, hanem ott konkrét személyiségfejlesztő kócsképzés lesz. És akik hoznak tanulókat, mint tanulók, tehát csak a tanulók hozhatnak tanulót, azok tudnak részesedni a bevételekből. Ez mit jelent? Nálunk a kócsképzés nem 3000 forint óránként, hanem 300 forint óránként. Ugye az imént említettem, hogy 30 óra kócsképzésünk van egy hónapban. Még ebben a hónapban ez ennyi árgaranciával. Februártól áremelésünk lesz, és nyilván arra vonatkozik majd a az árgarancia. Tehát 3 éves árgarancia van a havi 9000 forintra. Az első hónap ettől eltér, 600 forint óránként a képzés. Sehol nem kap, se 600-ért, se 300-ért. Nemhogy kócsképzést, semmilyen képzést. Tehát ha mondjuk az ön gyerekét
mit tudom, első osztályos gyerekét vagy unokáját oktatnák, korepetálnák, nem csinálnák 300 vagy 600 forintért, hanem jóval többért. Tehát semmilyen képzést nem kapni ennyiért. Miért ilyen kedvező a képzés? Mert 300 millió coachra van szükség az aranykorhoz. Tehát az nem azt jelenti, hogy annyi tanul, hanem annyi ember képes átadni a tudást. Tehát vagy lesz aranykor, vagy nem lesz. Én csak egyet tudok elképzelni, az, hogy lesz. Különben nem csinálnám. Jó, tehát én csak egyetlen egyet, és erre azt szoktam mondani, hogy hogyha cigány gyerekek potyognak az égbe, inkább most már úgy kéne mondani, arab gyerekek potyognak az égbe, akkor is megcsináljuk. Tehát egyszerűen muszáj megcsinálni. Tehát ez egy olyan feladat, amit meg kell csinálni. Sokkal nagyobb feladat, mint az előző három piacvezetői pozíció, de meg kell csinálni. Tehát nincs más választás. Tehát pontosan megvan minden, hogy mit, mikor, hogyan, merre, meddig kell csinálni. És ha valaki ugye azt akarja, hogy bekerüljön az aranykorba, hát akkor tanulnia kell. Egy, kettő. Na ráadásul ugye van egy lehetőségünk a szervezésre. Ha szervezel, akkor a tandíjaknak a 72%-a az visszafizetésre kerül azoknak, akik a szervezésben részt vesznek. 72%. Minimum 32 annak, aki a szervezést csinálja az elején. Ez a 32 fölmehet 72-re. Attól függ, hogy mennyit szervez az illető. Tehát mennyit tett le már a szervezést az asztalra idézőjelben. Tehát olyan, hogy bármilyen szervezésért 72% jutalék kifizetés minden bevételből, ilyet sehol, semmilyen formában nem fogsz találkozni, semmilyen termék vagy más egyéb szolgáltatás tekintetében. Tehát sehol. Tehát az azt jelenti, hogy csak egy töredéke marad benne a bevételeknek ugye a cégnél, ugye egy részvénytársaság meg egy KFT vezeti az egészet, ugye az van a tulajdonomban meg a családom tulajdonában, ez már ugye 93 óta, és lényeg az, hogy, vannak akik a szervezésből, a tanulók szervezésből, szervezéséből élnek, nem kevesen. Nincs korlátozva, hogy mennyi tanulót szervezhetsz. Ráadásul, hogyha a tanulóid is szerveznek, meg a tanulóid tanulói is szerveznek, abból is részesedsz. 4%-tól 28%-ig terjed összegben. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag korlátlan mértékű csoportod lehet, és ezáltal korlátlan mértékű jövedelemre is tudsz szert tenni. Hát nem tudom, te üzletileg hogy gondolkodsz, mi van a fejedbe, de azért 300 millió képzett coach, az azért nem kevés. Lehet, hogy abból nem tudsz magadnak elképzelni, az a te problémád, de az, abból nagyon sokan nagyon nagy számokat elképzelnek, és nem lesz anyagi problémájuk. Oké? Okay? Tehát itt még nem volt olyan például, hogy a jutaléka valakinek ne lett volna kifizetve. Pedig már ilyen szervezetként, ilyen szervezéssel foglalkozó szervezetként működünk 93 óta. Olyan már volt, hogy mi nekünk össze kellett húzni a nadrágszíjat, de akkor is kifizettünk mindenkit. Elég érdekes lenne, hogyha tanítom az etikát, mint alapok alapját, aztán én nem az lennék, nem? Szóval a lényeg az, hogy meg kell csinálnunk az aranykort, és ez minden lehetőségünk megvan, minden módszer például a szervezéshez. Az emberek szerveznek egyénileg, szerveznek interneten keresztül, valakinek mind a kettő tetszik, akkor mind a kettőből tud bevételre szert tenni, valaki csak az egyik, akkor az egyikből. Van, aki meg csak tanul, akkor csak tanul. Nem kötelesség, kötelező az emberek szervezése, az csak egy lehetőség.
valaki élhet vele, él, ha nem él, nem él, ő dolga. Jó, tehát egy egész laza ez az egész, vannak bizonyos egyszerű kis szabályok, amit érdemes betartani, mint ajánlást. Jó, és egyébként pedig egy olyan hely, ahol ráadásul még közösségben van szervezve az ember, és végre tudunk közös témáról emberekkel beszélgetni, nem a sok hülyeségről, a kinti világ hülyeségéről, oké? Hanem arról, hogy tényleg hogyan boldoguljunk könnyebben az életben, és mi kell ahhoz. Jó, úgyhogy így is nagyon túlmentem már, ez egy olyan téma volt, amit föl kellett valahogy vezetni, mert ugye elég meredek ez a hüllőkérdés sok embernek, de ha utána néz a neten, például beüti azt, hogy reptilián, jó? Vagy reptoid, rengeteg információt kap róla, tehát rengeteget, a YouTube-on is, vagy a Google-ba is, jó? Hát én régen egy jó írásban hallottam erről, aztán azóta ugye utána néztem, az tényleg az, amit úgy kaptam információt ezzel kapcsolatban, azt tényleg megerősítették. Jó, tehát lényeg az, hogy lesz egy második részünk 20 perc szünet után, az konkrétan coach képzés, hát nézd bele, ha úgy vagy, belenézhetsz, ha olyan személlyel vagy, aki meghívott. Ezt egyszer lehet megcsinálni, utána már csak azok levehetnek részt a második részben, akik tanulóink. Jó, a tandíjat lehet itt is rendezni, személyesen, vagy lehet bankszámlán. Jó, és akkor e-mailbe pedig megkapod a számlát erről. Jó? Tehát lényeg az, hogy további szép napot kívánok mindenkinek. Szép estét és jó tanulást. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!